Alaposan átverte a vevőit az a dinnyárus, aki júniusban és július első felében azt állította, hogy hazai földről származik az áruja. A hazai szállítmányok sokat késtek, és néhány nap múlva kezdődik csak az igazi dömping. Pócs János országgyűlési képviselő gazdaságában sok-sok éve termel dinnyét. Itt a gyakorlati tapasztalat a mezőgazdaságról az országgyűlési képviselő számára. Igen, hát így kerültem be a képviselő testületbe. Olyan az volt az országos választmánynak az elvárása, hogy olyan emberek kerüljönek be, akik a talajszinten értik és érzik az embereknek a problémáját. Hát most is itt vagyunk a talajszinten. Hát akkor érzi az idei rendkívüli időjárást is. Igen, hát ezt érzem a saját bőrömön is. Napi kapcsolatban vagyok a gazdákkal, a termelőkkel is, és hát tapasztaljuk, hogy sajnos az időjárás az nagyon nagy ellenfél volt az idén. Nagyon sok kárt okozott. Hát nem száraz a dinnyeföld sem. Nem száraz a dinnyeföld. A dinnye egyébként szereti a nedvességet. A dinnyének a 94%-a az vízből van, tehát a vízhez víz kell. A túl sok esővel a dinnyénél nem is lett volna baj, a nagyon sok hideggel, a hideg éjszakákkal volt a baj. Akkor, amikor kötni kellett volna neki, már április végén, május elején, akkor mindig volt egy hideg hullám. Az esővel sajnos mindig lehűl a levegő, hideg éjszakák voltak, és ezek a kötések nem következtek be. Tehát most ott tartunk, hogy addig, amíg a magyarországi területeken átlagosan 6-800 mázsa dinnye szokott teremni, most jó, ha 100-150 mázsát el fogjuk érni. Hát ez a negyed termés. Igen, és ezentúl ugye jelentősen késik a szezon. A dinnye szezon az a nyárnak a fő gyümölcse, és júliusban, mert mindig nagyon sok finom magyar dinnye van a piacon. Most ott tartunk, hogy átléptünk az augusztusba, és még nincs szezon. Augusztus 10-a táján lesz majd dömping, és a múlt hetek egy 10 napja, hogy magyar dinnyét lehet kapni a piacokon, eddig ez sajnos mind import volt. Nem vagyok szakember, de hogyha itt ön mellé nézek a kupacba, itt azért vannak ilyen 2 kilós dinnyék is. Igen, vannak 2 kilós dinnyék is, tehát ez is a heterogén időjárásnak köszönhető. Amikor nem normálisan körbe a dinnye, akkor kihasználja a növény az első adandó lehetőséget, amikor optimális az időjárás, és akkor nagyon sokat köt. És a sok kötésből nem tudnak mindegyik szép nagy dinnyék lenni, hanem vannak apró. Igen, mert ott van a 8-10 kilós is. Így van. Így van, de egyébként ebben vannak például ezek a kisebb méretűek, ezek speciális mag nélküli dinnyék. Ennek az átlag súlya eredetileg is 3 kiló maximum. Ezeket exportra, elsősorban német és svéd piacra exportáljuk. Tehát az apró fajták között van, ami azért kifejezetten ezt keresik. Azért kifejezetten ezt keresik, és kifejezetten az apró méretű az igény ezekre a piacokra. Ezeket kartonozzuk, és ezek mennek a különböző országokba. Akkor most indul az export? Igen, most indul, ezen a héten indul, illetve a mai nap kezdjük meg az osztályozást, és remélhetőleg innettől kezdve, hogyha jó Isten velünk lesz, és kellemes napos idő lesz, akkor sok dinnyét fogunk tudni exportálni. Ami ránk is fér, mert hát ahogy a dinnyetermesztést is minden, az időjárástól kezdve a gazdaság és a gazdaságpolitika az elmúlt években a mezőgazdaságban sok mindent tönkretett, ugyanúgy a dinnyetermesztést is, mert 10 évvel ezelőtt 13 ezer hektáron termeltünk Magyarországon, most összesen 6 ezer hektár van. A 7 ezer különbözet az export volt, ugye? Igen, az export volt, és a megemelkedett költségek, és az a multi imádat, ami úrrá lett az országon az elmúlt években, az sajnos oda jutott, hogy megszüntette Magyarországon a dinnyetermesztést, ami azért is fontos, mert egy ilyen átlag volumen, egy átlag dinnyetermő családi vállalkozás az 10 hektár, és ez átlagban naponta 40 embernek ad munkát. Alkalmi munkás. Tehát ehhez képest 7000 hektár kiesett a piacról, ez ennyiszer ennyi embernek nem ad munkát. Milyen az export most árban? Ahogy az idősek mondani szokták, hogyha ára van, akkor erre nincs, hogyha erre van, akkor meg ára nincs. Most magas az ár, azért ilyen magas az ár, mert kevés a mennyiség. Ha jó idő lesz, akkor tudjuk az árat magasan tartani, mert nagy lesz a kereslet, hogyha rossz idő lesz, akkor a kevés is sok. Útmenti dinnyárosok azon szurkolnak, hogy jó meleg legyen, mert akkor, mint a sörből, a dinnyéből is több fogy. Így van. De hát azon kívül, hogy jó meleg legyen, az azért is fontos, hogy jó minőségű legyen a dinnye, hiszen ha valaki egyszer vesz egy gyenge minőségű dinnyét, akkor az inkább sört vesz még egy hétig, ha jó minőségű dinnyét vett, akkor pedig holnap meg holnap után is fog venni. Ehhez kell a meleg.